Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlevők! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott kedves vendégünket, a jelenlévőket és természetesen a televízió nézőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 10 képviselő jelent meg a mai testületi ülésen. Távol maradását bejelentette Andrássy András képviselő úr. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze igen. Megállapítom, hogy egyhangulag került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata. Nincs, akkor ahogy elfogadtuk ebben a sorrendben, a meghívóban szereplő sorrendben, a meghívóban szereplő napirendeket fogjuk megtárgyalni. Tisztelt képviselőtestület, javaslom továbbá, hogy a meghívóban szereplő 16-tól 18-ig terjedő napirendi pontok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló jogszabály 46. paragrafus bekezdése, kettes bekezdés célpontja értelmében zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze igen, nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők, a napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre kerül sor. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy ismertesse a köszöntötteket. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Hubai Viktóriát, a Nimrod Bioszálloda Bioétterem és Biopolt szálloda igazgatóját, aki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által meghirdetett év fiatal szállodása 2022 közönség szavazásán közönségdíjat kapott. A díjhoz az önkormányzat nevében szívből gratulálok, munkájához további sok sikert, jó egészséget kívánok. Felkérem Hubai Viktóriát, hogy legyen szíves kifáradni, és polgármester úrtól a virágot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Molnáné Balogh Évát, a Karcegi Arany János Általános Iskola pedagógusát, aki a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a roma kultúráért és oktatásért, a hátrányos helyzetű emberek felzárkózása érdekében végzett tevékenységéért Balázs János díjat vett át 2023. április 11-én a Belügyminisztériumban Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkártól. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Molnárné Balogh Évát, hogy legyen szíves kifáradni, és polgármester úrtól a virágot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, 2023. április 14-ig Gödöllőn rendezték meg a WorldSkills Lyon 2024 nehéz gépszerelő versenyszám válogató döntő versenyét, ahol Csala Dávid Károly tanuló harmadik helyezést ért el. Ugyancsak 2023. április 14-én hirdettek eredményt az ágazati és ágazaton belül is specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek tantárgy országos döntőjében.
Az összesített pontszámok alapján Mile Artó Bálint negyedik helyezést ért el, melynek jutalma a felsőfokú továbbtanuláskor adható maximális 10 plusz pont. Az elért eredményekhez 10-100 bocsánat. Nagy különbség. 100 plusz pont. Az elért eredményekhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Csala Dávid Károlyt és Mile Artó Bálintot, illetve a felkészítő Balog István és Simon Gyula szakoktatókat, hogy legyenek szívesek kifáradni, és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Kérem jegyző urat, hogy most egy másik felsorolásban legyen kedves közreműködni a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről. Adjunk tájékoztatást. 2023. március 30-án Magyarország legszorgalmasabb osztálya versenyben harmadik helyen végzett a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium 10. A osztálya. A budapesti díjátadó ünnepségen Karcag, mint kamaszbarát önkormányzat képviseletében Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony adta át az elismerést az osztálynak és osztályfőnöküknek, Vasné Szűcs Edithnek. Március 31-én ünnepelt a fennállásának 10. évfordulóját a Karcagi Kátai Gábor Kórházban a képalkotó diagnosztika, mely évforduló alkalmából rendezett ünnepségen Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony képviselte az önkormányzatot is. Ugyanezen a napon tisztújító közgyűlést tartott a Karcagi Ipartestület Egyesület és a Karcagi Ipartestületért Alapítvány. Az Ipartestület új elnöke Krusz István Norbert, az alapítvány kuratóriumának új elnöke pedig Kovács Zsolt lett. A tisztújítást követő iparos bálon Szepesi Tibor polgármester úr megköszönte az eddig végzett munkáját a leköszönő elnököknek, Laci Dénesnének és Kuruc István Attilának, valamint köszöntötte a megválasztott új vezetőket. A rendezvényen Nagyi László Erzsébet önkormányzati képviselőasszony vett részt. Április 2-án a Karcagi Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ fennállásának 5. évfordulója alkalmából az iroda munkásságát, rendezvényeit bemutató fotókiállításon Nagyné László Erzsébet képviselőasszony volt jelen. Április 3-án nyílt meg a Kun Rózsa csipkekör kiállítása a Délüli Kulturális Központban. A kiállítás megnyitóján Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony és Pánti Ildikó képviselő asszony volt jelen. Április 12-én a Csokonai Könyvtárban az, amit a szívedbe rejtesz című költészetnapi megemlékezésen Pánti Ildikó képviselő asszony vett részt. Április 13-án a Karcagi Arany János Általános Iskolában a 12. Roma projekt nyitó rendezvényén Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte az iskola pedagógusát, Molnárné Balog Évát, aki a Nemzetközi Róma Nap alkalmából Balázs János díjat vehetett át 2023. április 11-én a roma kultúráért és oktatásért, a hátrányos helyzetű emberek felzárkózásáért végzett munkája ismeréseként. Szintén április 13-án a Rákbetegek Országos Szervezete Karcagi Klubja és a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány szervezésében került megrendezésre a Méltóság mezeje találkozó. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester úr mondott köszöntőt, majd a rendezvény végén
A találkozó résztvevői a Varró úti idősek otthonában átadták a reménységet, az élet szépségét, az élet méltóságát szimbolizáló virágokat a gondozottaknak. A rendezvényen Molnár Pál és Pán Tildikó képviselők voltak jelen. Április 15-én a Szent Tanai Sámuel Református Technikum adott otthont a Kátai Gábor Alapítvány jótékonysági estjének, ahol Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte a résztvevőket. Az est bevételéből az alapítvány a kórház biztonságos betegellátásához szükséges, nagyértékű eszközöket kíván beszerezni. Az esten részt vett Medin László Erzsébet képviselőasszony. Április 17-én a Kárdás György Egészséges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium karcagi tagiskolája tartotta Másnap című társadalmi érzékenyítő rendezvényét a Városi Sportcsarnokban. A programot, amely a fogyatékos gyermekek elfogadásáról, értékeik bemutatásáról szól, immár harmadik alkalommal rendezték meg. A rendezvényt Szepesi Tibor polgármester úr nyitotta meg. Jelen voltak Karcagi Nagy Zoltán és Pán Tildikó képviselő. Április 17-én dr. Barta Júlia, Gőrsi Vali, Ezüst híd betekintés a török lírai költészetbe című kötet bemutatóján a Csokonai könyvtárban Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Pán Tildikó képviselőasszony vett részt az önkormányzat képviseletében. Április 18-án szintén a Csokonai könyvtárban Madarász Imre egyesített óvoda mesevarázs munkaközösségének interaktív foglalkozásán Pán Tildikó képviselőasszony volt jelen. Április 20-án a Városházán Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Néprajz Kulturális Antropológiai Tanszékének delegációját. A tanszék vezetői, tanárai, levelező és nappali tagozatos tanulói azért látogattak városunkba, hogy megismerjék Karcag történeti, néprajzi hagyományait és a Bengecsek Alapítvány gazdaház projektjét. 2023. április 20-án és 21-én, 27. alkalommal rendezték meg a Nagykun Diák Sportviadalt, melynek idén Kunhegyes városa adott otthont. A Nagykunság egyik legrangosabb diák sport rendezvényén 5 település, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve és Kunszentmárton 8 középiskolájának diákjai versenyeztek különféle sportágakban. A versenyen sorozatban 6. alkalommal az első helyezést és a Vándorkupát a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, a harmadik helyezést pedig a Szent Tanai Sámuel Református Technikum érte el. A záró rendezvényen Szepesi Tibor polgármester úr a sikeres szereplésért a 3 karcagi középiskolát iskolánként 100-100 ezer forint értékű sportszer vásárlásra jogosító ajándékutalvánnyal jutalmazta. A legeredményesebb karcagi lány versenyző Szabó Zsanna Lili, a Nagykun Református Gimnázium tanulója, a legeredményesebb karcagi fiú versenyző pedig Ficsor Bence, a Szent Tanai Sámuel Református Technikum tanulója lett. Ők ketten szintén sportszer vásárlásra jogosító utalványt kaptak 20-20 ezer forint értékben. Április 21-én a Föld napja alkalmából a Csokonai könyvtárban nyílt meg Dávid Kis Borbála amatőr természetfotós és Albert Krisztián preparátor munkáiból a Szárnyakat igéz című kiállítás. A kiállítás megnyitón Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony vett részt. Április 22-én rendezték meg Kisújszálláson a Horváth Tanyán a második Nagykun Huszár találkozót Horváth György Nagykun kapitány emléknapját. A találkozó keretében a 2020-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Horváth György emeritus Nagykun kapitány, a Nagykun Nádor Huszárbandérium vezetője, alapítója, a Kunszövetség alapító elnökségi tagja sírjánál Szepesi Tibor polgármester úr helyezett el koszorút az önkormányzat képviseletében. Április 24-én Madarász Imre egyesített óvoda Jászlóira kreatív alkotó kiállítás Sári Kovács Szilvia köszöntőjével nyílt meg a Dérini Kulturális Központban. Jelen volt Pán Tildikó képviselő. Április 25-én a Pedagógus Nyugdíjas Klub foglalkozásán Pán Tildikó képviselő asszony vett részt. Április 24 és 27-e között az Európai Unió településközösségi önazonosság Karcagon című Európai Uniós program keretében 8 nemzet találkozójára került sor. A
találkozón a résztvevők megismerkedtek a helyi gasztronómiával, népzenével, néptánccal, meglátogatták a város nevezetességeit, a folyamatban lévő fejlesztéseket. A találkozó résztvevőit április 25-én a Városháza Kántor Sándor termében Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte. Köszönöm szépen jegyző úrnak a felsorolást, egy tartalmas hónapon vagyunk túl, de látva az előző, illetve a következő hetek, hónapok program tervezetét, nem ez sokkal kevesebb, az elkövetkező időszakban előttünk álló rendezvények sora sem. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem, mert a két ülés között eltelt időszakban kevesebb szabadságot vettem ki, mint amit előre beterveztünk. Nyilvánvalóan sokkal több olyan helyzet adódott, amikor jelen kellett lenni különböző megbeszéléseken, munkaértekezleteken. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők! 2001 óta minden évben április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját. Arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettókba zárása. Kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk a magyarországi és a karcagi áldozatok emléke előtt. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, napi rend előtti kérdések feltevésére van lehetőség, a kérdések megválaszolására. A napi rendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy van-e napi rend előtti kérdés. Ha nincs, akkor rátérünk a napi rendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk tájékoztató a település közrend és közbiztonsági helyzetéről. Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóját, dr. Karsai Lajos alezredes kapitányság vezető urat, és tisztelettel köszöntöm a testületi ülésre érkező dr. Rádi Norbert dandártábornok urat, a Jászlóklun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitányát. Tisztelettel köszöntöm kapitány urakat. De úgy szoktuk ilyenkor, hogy megkérdezem, hogy kívánja szóban kiegészíteni, de tudom, hogy egy prezentációval készült kapitány úr, úgyhogy megadom a szót. A bizottságülésen is a bizottság tagjai láthatták, és akkor kértük kapitány urakat, hogy a képviselőtestületi ülésen is kerüljön bemutatásra ez a prezentáció, hiszen sokkal jobban és sokkal teljesebben bemutatja és sokkal átfogóbb képet ad a kapitányság munkájáról, mint egy száraz írásos anyag, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon jó lesz, hogyha meg tudjuk nézni ezt a prezentációt. Kapitány úr, önnél a szó. Köszönöm. Főkapitány úr, kérek engedélyt a beszámoló megtartására. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, külön köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Minden évben ugye a rendőrségről szóló törvény szerint a rendőrkapitányság vezetője ugye a önkormányzat előtt beszámol a közrend és közbiztonság helyzetéről, és ugye polgármester úr kérésére is a hagyománytól egy picit eltérően egy prezentációval készültem erre a beszámolóra. Talán a száraz szöveg és írott anyag helyett egy ilyen prezentáció egy picit szemléletesebben tudja bemutatni, hogy milyen munkát is végeztek a kollégáim, milyen munkát végeztünk itt Karcagváros közrendjéért. Ugye kezdeném azzal a beszámolót röviden, hogy milyen jelentősebb események befolyásolták a munkánkat, és mik azok, amelyek minden nap jelen vannak a feladataink között, és ilyen a toborzás. Ugye nagyon fontos az utánpótlás bázis képzése, nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok a megfelelő kollégák, akiket be tudunk iskolázni, és az iskolák elvégzése után szolgálatba állva itt erősítsék a közrend és közbiztonságért végzett tevékenységet. És ebben a toborzó tevékenységben 2022 év második felében egy
plusz feladat is jelentkezett, hiszen a kormány úgy döntött, hogy a déli határszakasz védelme érdekében határvadász ezredeket állít fel, mint egy tervezetten 4000 fővel, és az ehhez szükséges toborzó tevékenységet is megkezdtük, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég sikeresen is tudtuk ezt végrehajtani, hiszen jelen pillanatban már ott áll a toborzás, hogy a eddig határvédelemre vezényelt Magyar Honvédség állománya teljes mértékben a keleti határszakasz védelmére tud most már koncentrálni, és a déli határszakaszt a rendőrség a társszervekkel együtt biztosítja, és hát a hosszabb távú cél az, hogyha ez a határvadász ezred jelentős létszámmal tud tevékenykedni, akkor majd a helyi kollégáknak ne kelljen a határ megerősítésben részt venni, hiszen ez a feladat egy összrendőri feladat, de erről majd még egy picit később beszélek. Hát igen, jelentősen befolyásolta a tevékenységet, és azt gondolom a mindennapi életet is a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború, amelynek ez a dia leginkább azt próbálja szemléltetni, hogy milyen feladatok is hárultak a magyar rendőrségre, és ez pedig az a menekült hullám, amely a háború kitörését követő egy-másfél hónapban nyilván drasztikusan, de azóta is folyamatosan jelen van a mindennapi életben. És ugye ez a feladat, ez a menekült hullámnak a kezelése, ez nem kis logisztikát, nem kis tevékenységet igényelt tőlünk, hiszen volt olyan itt a területünkön is, amikor egyszer csak a vonatról 40-50 fő ilyen menekült szállt le, és az elhelyezésükben, ezt követően az idegenrendészeti eljárásban történő megjelenésükben és annak lefolytatásában is igen komoly szerepet kellett vállalnunk, és ezt a feladatot én azt gondolom az értékelések alapján, hogy igen sikeresen tudtuk végrehajtani. Ez már a mai napokban nem okoz akkora feladatot itt nekünk, de az a másfél hónap az igen kemény volt. Jelentős feladatot vállalunk a magyar államhatár, a déli államhatár szakasz védelmében. A tavalyi évben itt láthatják a dián, hogy a Jászmegykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság állománya milyen létszámmal és milyen alkalomszámmal tevékenykedett a határon. Nyilvánvalóan az államhatár őrzése az összrendőrségi feladat. Ebből a Magyarország teljes rendőri állományának ki kell venni a részét, és ezen belül ugye a Jászmegykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság és a Karcagi rendőrkapitányság állománya is igen markánsan és eredményesen kivette a részét. A kollégáim nagyon sok esetben ott a határon teljesítették a szolgálatot. Nyilvánvalóan az ő pótlások itt a helyi erővel mindig megoldott volt, és azt nyugodtan kimerem jelenteni, hogy olyan nem történt, hogy a Karcag rendőrkapitányság illetékességi területe ezen belül Karcag város rendőri felügyelet nélkül maradjon. Tavalyi évben is megrendeztük a járási közbiztonsági egyeztető fórumokat, ugye az illetékességi területen két járás van, a Karcagi és a Kunhegyesi. Ezek a fórumok nagyon fontosak abból a szempontból, hogy megismerjük a civil szervezetek, az iskolák, az önkormányzatok, a lakosság véleményét, és ezeket a véleményeket a mindennapi tevékenységünkbe, a mindennapi feladatellátásba be tudjuk építeni, hiszen mi szeretjük azt, hogyha többfelől érkezik visszajelzés, és rá tudunk fókuszálni azokra esetleges gondokra, problémákra, amelyek a lakosságban jelentkeznek, felmerülnek, a mindennapi életet befolyásolják, és ezekre szükséges esetleg akár rendőri eszközzel, vagy akár különböző szervezetek összehangolt tevékenységével reagálni, hiszen ezeken a fórumokon számos esetben olyan témát is megtárgyaltak a résztvevők, amelyek nem tipikusan rendőrségi feladatok, hanem egymás között kezdődött el egy konzultáció, és a visszajelzések alapján meg is oldódott, vagy legalábbis elindult az a folyamat, amely megoldja ezt a kérdéskört. És akkor nézzük röviden azokat az adatokat, amelyek Karcagváros közbiztonságára, bűnügyi adataira vonatkoznak. Itt az első dián a összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményszám látható, azaz, hogy mennyi bűncselekmény elkövetése történt Karcagvárosban. Látható, hogy az elmúlt pár év csökkenő tendenciája egy kicsit megtört, és emelkedtek a bűncselekményszámok. Ezzel párhuzamosan viszont arról tudok beszámolni,
ez a narancssárga trendvonal, ez azt jelzi, hogy milyen százalékban tudtuk ezeket a bűncselekményeket felderíteni, és az elkövetőt ugye felelősségre vonni. Látható, hogy bár az elmúlt 13 év harmadik legmagasabb bűncselekmény száma történt a tavalyi évben Karcagon, ezzel párhuzamosan viszont a legeredményesebb felderítési eredményességet tudtuk elérni, tehát a kollégáim megfeszítetten dolgoztak, és soha ilyen nagy számban nem derítettek még fel bűncselekményeket. Ezzel együtt természetesen feladatunk az, hogy ezt az emelkedést egyrészt az okait megtaláljuk, másrészt pedig rendőri eszközökkel, vagy a társszervekkel történő együttműködéssel megfelelően reagáljuk és megakadályozzuk ennek a további emelkedését. Ennek a hátterében egyébként, ha elemezzük, még az előző diára visszatérve, ha elemezzük a bűncselekmények összetételét, akkor látható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények azok, amelyek a legnagyobb számban emelkedtek, és ez nyilvánvalóan összefügg azokkal az okokkal is, amelyet a prezentációm elején mutattam. Az orosz-ukrán háború okozta gazdasági nehézséget, az ezzel kapcsolatos infláció, nyilvánvalóan van egy olyan réteg, amely már egyre jobban rákényszerül arra, hogy bűncselekményeket kövessen el. Hát ez a feladatunk, hogy ezt a réteget is feltérképezzük és megfelelően reagáljunk rá. Közterületen elkövetett bűncselekmények következő kategória, amelyet kiemelnék. Látható, hogy itt is minimális emelkedés tapasztalható, viszont ezzel együtt az is látható, hogy az elmúlt két évben több mint 90%-ában ezeknek a bűncselekményeknek ismerté vált az elkövető, és felelősségre tudtuk vonni. Én azt gondolom, hogy a kollégáim ezen a területen kimagaslót alkottak, tevékenykedtek. És hát ami talán nyilván a személy elleni bűncselekmények közül a legsúlyosabb, az az emberi élet, testi épség elleni bűncselekmények. Emberölés, illetve halált okozó testi sértés bűncselekmény nem csak hogy Karcagon, hanem a karcagi rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt, és ez is egy kiemelkedő eredménynek tudható be. Testi sértés vonatkozásában az látható, hogy az elmúlt 5 évben tulajdonképpen egy-két esettől eltekintve stagnálás mutatható ki, stabil közbiztonságot tudhatunk ennek az értéknek, és az is látható, hogy a tavalyi évben minden egyes testi sértést sikerült a kollégáimnak az elkövetőt beazonosítani és felderíteni. Garázdaság, itt is minimális emelkedés tapasztalható, de a felderítési eredményességünk továbbra is igen magas szintű, 90% közeli, és a mostani, a tavalyi év értéke még mindig igazodik az elmúlt 5 év tendenciájához, és hát a bázis évhez képest pedig jóval kedvezőbb évet mutat. Ugye a bázis év még mindig a 2010-es év, ahonnan indultunk, és ahova most elértünk, az mindenféleképpen látható itt a diából. Lopás, ugye a bűncselekmények jelentős hányadát a lopás és a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. Ebben is tulajdonképpen egy kiegyensúlyozott érték látható itt az elmúlt 5 évre visszamenőleg, és hát még mindig az elmúlt 13 év negyedik legjobb eredménye ez a 120-as érték, viszont a lopás felderítési eredményessége azaz minden idők legjobb eredményét tudta elérni a karcagi rendőrkapitányság, meghaladtuk az 50%-ot, és az idei évben fő feladatként egyrészt saját magunknak, másrészt a szakmai vezetők elvárása alapján fő célként tűztük ki, hogy ezt az értéket még tovább kell javítani, és még eredményesebben kell fellépni ezen bűncselekményi kategóriával szemben is. A lopáson belül a lakásbetörés egy kiemelt kategória, mert nyilvánvalóan valahol a személyi tulajdont legjobban sértő és leginkább negatív érzéseket keltő bűncselekmények egyike, amikor valakinek a személyes privát szférájába behatolnak és betörnek. Látható, hogy ebben is egy pici emelkedés tapasztalható a tavalyi évhez képest, de inkább azt kell, hogy megállapítsuk itt a trendvonalból, hogy a tavalyi év volt kiemelkedően jó,
és a, bocsánat, 2021 volt kiemelkedően jó, és a tavalyi év pedig igazodva a korábbi évekhez még mindig csökkenő tendenciát mutatva a második legjobb értéket sikerült elérni ebben a kategóriában. Rablás szintén kiemelten kezelt bűncselekmény nálunk, a tavalyi évben Karcagon rablás nem történt, de ami a rendőrkapitányság illetékességi területén történt rablás, azt 100%-ban sikerült felderíteni, tehát minden egyes rablás elkövetője megállapítást nyert. A csalást azért hoztam ide, mert bár a számokban csökkenő tendencia mutatható ki, azonban megjelent egy olyan elkövetési magatartás az elmúlt pár évben, amely igen nagy veszélyt hordoz magában, ez pedig az online térben elkövetett csalásoknak a kategóriája, és ennek is tudható be a csalásokkal kapcsolatos felderítési eredményességnek a csökkenése. Nagyon nehéz ezekben az ügyekben eredményt elérni. Ugye ez nyilván köztudott, hogy a bűnözés nem ismer országhatárokat, országhatáron átívelő, hát az online térben meg aztán végképp nincsenek határok és távolságok, meg pláne, úgyhogy nagyon sok olyan eljárásunk van, amelyben külföldre vezetnek a szálak, és ezekben egyrészt időigényes, másrészt pedig nagyon nehéz a nyomozás. Erre a kategóriára egyébként az idei évben kiemelt hangsúlyt fektet a rendőrség, ezen belül természetesen a karcagi rendőrkapitányság is, és számos olyan feladatterv, illetve módszertani útmutató került kidolgozásra, amelyek egyrészt a megelőzésre vonatkoznak, másrészt pedig, ha már bekövetkezik az ilyen jellegű esemény, akkor legalább a kár csökkentésére, vagy a vagyon visszaszerzésére irányuljon. És én itt szeretném felhívni mind a jelenlévők, mind a televízió nézők figyelmét, hogyha ilyennek áldozatul esnek, akkor ne késlekedjenek a bejelentéssel, hiszen minél több idő telik el a cselekmény és a tudomásszerzés között, annál nehezebb ebben bármilyen eredményes vagyonvisszaszerzési tevékenységet végezni. Ha viszont azonnal tudomásunkra jut, akkor vannak olyan lehetőségek már a mai technikai világban, amivel akár egy utalás is visszahívható, semmissé tehető, és ezzel nagyobb esély van arra, hogy ha már bekövetkezett az esemény, akkor legalább visszatudjuk a kárt szerezni. Tehát itt nem kell várni a bejelentéssel, nem kell másnap, harmadnap jönni, azonnal, amikor megtörténik az ilyen, és felismerjük, hogy csalás áldozatai lettünk, akkor én kérném szépen, hogy munkaidőtől, napszaktól függetlenül bejelentést kell tenni, és a kollégáim soron kívül megteszik az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. És hát a kábítószerrel kapcsolatos intézkedéseink ugye jelen van a területen, sajnos mi is küzdünk vele, és a tavalyi évben sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk az ilyen jellegű jogsértések elkövetőivel szembeni fellépésre, mint eddig bármikor. Csak példálozó jelleggel soroltam fel azon településeket, ahol eredményes és hát elég nagy mennyiségű kábítószerrel kapcsolatos anyagot foglaltunk le. Nyilván ez szakértői kérdés, hogy pontosan minek minősül, de látható, hogy Kenderes Kisutcállás, Kunmaradas, Karcag, Tiszabúra, Tiszabő, és hát a képen, amelyet a prezentációra feltettem, pontosan a karcagi MÁV állomásnál végrehajtott rendőri intézkedés látható, amiben igen nagy mennyiségű kábítószert sikerült lefoglalni, és példálozó jelleggel ezen intézkedések során lefoglalt vagy biztosított készpénz, illetve kábítószernek vagy pszichoaktív anyagnak minősülő drogok láthatóak. Továbbra is jelen van a területünkön, az idei évben is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az ezzel kapcsolatos intézkedésekre, és kollégáim megfeszítetten dolgoznak. Ezt azonban hozzá kell tenni, hogy néha ezen intézkedések eredményes végrehajtásához hosszabb rendőri munka szükséges. És akkor egy-két rendészeti mutatószám, amelyet a kollégáim intézkedésként végrehajtottak. Látható, hogy az elfogások számában csökkenés mutatható ki, de ez egy jogszabály értelmezés változásnak is betudható, hiszen eddig, ha ittas járművezetésen tetten értünk valakit, akkor az elfogásként került dokumentálásra. Különböző értelmezések szerint ezt a jövőben előállításként kell, hogy kezeljük, és ez látható is, hiszen az előállítások száma pedig emelkedett az elmúlt 4 évben, és
az elmúlt 13 évben, a tavalyi évben volt a legtöbb foganatosított előállítása a karcagi rendőrkapitányság munkatársainak Karcagon. Szabálysértési feljelentések, helyszínbírságok. Látható, hogy a 2020-as év az kimagasló volt, hiszen a Covid-dal kapcsolatos korlátozó intézkedések akkor voltak a legmagasabb szinten, akkor intézkedtünk ezzel kapcsolatban a legtöbbet, majd ezt követően az elmúlt két évben visszaállt arra a szintre, amely egyébként jellemző a karcagi rendőrkapitányság intézkedéseire. Büntető feljelentéseink száma folyamatosan emelkedik, az elmúlt négy évben ez a tendencia mutatható ki. És hát amit én mindig kiszoktam hangsúlyozni, és főkapitány úr megyébe érkezésével ezen a területen egy igen markáns szemléletváltás történt, ez az ittas vezetőkkel szembeni hatékonyabb fellépés, látható a pozitív alkoholszondák alkalmazásának a darabszáma, és ennek a növekedése. Ugye, hát mondhatnám azt, hogy kétszeresére, de majdnem, ha korábbi éveket nézzük, akkor háromszorosára, négyszeresére, ötszörösére emelkedett a pozitív alkoholszondák száma. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel többen isznak és vezetnek, hanem ennyivel más és hatékonyabb eljárást alkalmazunk. Ez többnyire az úgynevezett finn módszeres ellenőrzés, nem tudom mennyire közismert, ez tipikusan csak és kizárólag az ittasság megállapítására szolgál. A rendőri intézkedés arra terjed ki, hogy az adott gépjárművezető fogyasztott-e alkoholt vagy nem. Ez azt jelenti, hogy viszonylag nagyszámú kollégám megjelenik egy adott területen, rövid idő alatt csak és kizárólag szondáztatja az arra közlekedő gépjárművezetőket. Aki negatív szondát fúj, az tovább megy, aki meg pozitív, az bekerül a statisztikába is, vagy közigazgatási bírság, vagy pedig büntető eljárás keretében kerül elbírálásra a cselekménye. Hát látható a szemléletváltás eredménye, azt gondolom, hogy jól mutatja ez a diagram, és azt tudom ígérni, hogy a jövőben, az idei évben is, a jövőben is hasonló módon és zéró toleranciával fogunk fellépni az ittas vezetőkkel szemben. Tulajdonelmi szabálysértési ügyek, itt is az jellemző, mint mondjuk a vagyonelleni bűncselekményeknél, hiszen tulajdonképpen ezek a tulajdonelmi szabálysértések a kis bűncselekmények, értékhatár választja el a bűncselekménytől. Látható, hogy itt is minimális emelkedés mutatható, viszont az is mutatható ki, viszont az is látható, hogy mikor én ide kerültem a karcagi rendőrkapitányságra, én azt a feladatot adtam a kollégáimnak, vezetőimnek és munkatársaimnak, hogy a szabálysértéseket, azok felderítését is ugyanúgy kell kezelni, mintha bűncselekményként minősülne. Hiszen az adott állampolgár, az adott sértett, tehát nem az érdekli, hogy mi minősíti be, minek minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, neki az a lényeg, hogy elvitték a kerékpárját, elvitték a háziállatot vagy egyéb vagyontárgyat. És hát látható ez a szemléletváltás, hiszen ebben a kategóriában is bőven 50% fölötti eredményességet tudtunk elérni a korábbi 30% alattiról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kellően hangsúllyal kezeljük, és párhuzamban áll pontosan a bűncselekményi kategóriával, de ebben is további fejlődést várok el, és további fejlődést fogunk elérni. Személyisérüléses közúti közlekedési baleset egy település közrendjéhez, közbiztonságához markánsan hozzátartozik a közlekedés biztonság helyzete. Én azt látom, és azt gondolom, és azt mondható el az adatok alapján, hogy az elmúlt három év az mindenféleképpen kiegyensúlyozott, és mindenféleképpen egy nagyon jó baleseti helyzetképet mutató érték, és hát ugye, amit kifejezetten hangsúlyoznék, az az, hogy halálos kimenetelű közlekedési baleset sem Karcagváros területén, sem pedig a karcagi rendőrkapitányság illetékességi területén 2022-ben nem történt. Én nem is tudom, visszanézve a statisztikákat, hogy volt-e egyáltalán ilyen, hogy a karcagi rendőrkapitányság illetékességi területén, ahol azért a négyes számú főút az igen jelentős baleseti forrás, nem volt halálos baleset, tavalyi évben nem történt ilyen. És hát itt látható az, amit az előbbi diához kapcsolnék, hogy az ittas vezetőkkel szembeni fellépés megmutatja eredményét. Ittasan okozott személyisérüléses közúti közlekedési baleset a tavalyi évben Karcagon sem, de nagyon sok más településen sem volt, és ezt én azt gondolom, hogy igazolja azt a tevékenységet, igazolja azt a munkát, amit az ittas vezetők kiszűrésére célirányosan folytatunk.
Szólnunk kell az együttműködésről, és meg kell köszönnöm minden együttműködő szervezetnek, aki a közrendés közbiztonság érdekében fellép. Itt kiemelném ugye polgárőrséget, amely ugye kiemelt stratégiai partnerünk. Én nagyon köszönöm a települési önkormányzatnak, polgármester úrnak, a képviselőtestület minden tagjának azt a segítséget, azt a támogatást, amit a rendőrkapitányság akár mindennapi, akár stratégiai működéséhez támogatásként nyújt. Kiváló a kapcsolat a katasztrófavédelemmel, és hát a további felsorolt szervekkel is nagyon szoros munkakapcsolatban állunk. Hát a járási ügyészséggel mondhatom azt, hogy napi szintű, és vezető ügyész úrral egy nagyon konstruktív együttműködést tudtunk a mai napra már kialakítani. Beszámolom végén engedjék meg, hogy felhívom egy olyan programra a figyelmet, amelyre a magyar rendőrség 2023-ban kiemelt figyelmet fordít, és megkérnék mindenkit itt a képviselőtestületben a jelenlévők közül is, és hát a televízió nézőket is, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz. Ennek a programnak az alapja az, hogy különböző Európai Uniós és magyar kutatások szerint az Európai Unióban, Magyarországon a biztonsági használati fegyelem az igen alacsony a környező országokhoz és az Európai Unió többi országához képest. Egy 84-86%-os biztonsági használati fegyelem van, és a tavalyi évben Magyarországon bekövetkezett halálos közúti közlekedési balesetekből mintegy 100 olyan baleset volt, amelynél valószínűsíthető az, hogyha akár a utas, akár a gépjárművezető használja a biztonsági övet, akkor a halálos kimenetel nem következett volna be. Tehát halálos balesetből ugye egy is sok, nemhogy 100 olyan, amely megelőzhető lett volna. Ezért picit büszkélkedve a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság kolléganőivel, akire nagyon büszkék vagyunk, ők találták ki ezt a programot, melyet az Országos Rendőrfőkapitányság felkarolt és országos szintűvé tett. Ez a csatlakozz elnevezésű program, amely kifejezetten arra irányul, hogy a passzív biztonsági eszközök használatára minél inkább ráirányítsuk a figyelmet, és minél inkább arra neveljük a közlekedési társadalmat, hogy ezeket a passzív biztonsági eszközöket a mindennapi közlekedés során használja. Amennyiben ezzel a logóval találkoznak, akkor erről a programról van szó. Én azt kérném ugye mindenkitől, hogy csatlakozzon a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság Facebook oldalához, ahol számos ilyen jellegű balesetmegelőzési videót találhat, és hát a csatlakozó programhoz lehet különböző fényképeket, akár egy kis motivációs üzenetet hozzászólásként írni, hiszen akik itt vagyunk, itt ülünk, azok nagyobb társadalmi befolyással bírunk, és biztos vagyok benne, hogy ezáltal pozitív irányba hatékonyan tudjuk befolyásolni. Én köszönöm szépen a kiegészítés lehetőségét, és ha van esetleg kérdés, vagy bármilyen megjegyzés a beszámolóval kapcsolatban, akkor állok rendelkezésre, és itt vagyok. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen kapitány úrnak a szemléletes tájékoztatást. Én azt gondolom, hogy megérte elhívni kapitány urat, rábeszélni arra, hogy képviselőtestületi ülésen is kerüljön előadásra, hiszen teljesen más így végighallgatni azokat a száraz statisztikai tényeket, mint amikor egy írásos anyagot kapunk, és ugye azt kell saját magunknak gyakorlatilag feldolgozni, véleményezni. Így sokkal szemléletesebb és átláthatóbb volt az a nagyon-nagyon sokrétű munka, amelyet a rendőrkapitányság, karcagi rendőrkapitányság, illetve a megyei kapitányság is végez területünkön. Én bízom abban, hogy mindenki másképp tudta értelmezni ezek után azokat a száraz tényeket, amelyet eddig csak leírásban kaptunk. Vitára bocsájtom az anyagot, a írásos anyagot is természetesen, illetve a most hallott kiegészítéseket is. Kérdés, hozzászólás van-e? Kérdezem a képviselőtestületet. Pánti Ildikó képviselőasszony. Kedves polgármester úr, egy úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, köszöntöm a testület tagjait, és természetesen köszöntöm és örülünk, hogy itt van közöttünk Dandár tábornok úr, megtisztelt a jelenlétével, és természetesen kapitány urat. Mint ahogy elhangzott, a múlt héten bizottságunk a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta
ezt az anyagot, és külön köszönöm kapitány úr személyes jelenlétét, fontosnak tartotta az írásos anyag mellett hasonlóan a vetítést, és sok mindenről szó esett beszélgetés keretében. És természetesen előttünk van az anyag írásos formában is, kinek írott formában, kinek más formában, és láthattuk azt, hogy egy mindenre kiterjedő, részletes és nagyon tartalmas anyag. Természetesen kivetítőn látni, summázva, ez pedig még inkább szemléletesebbé teszi. A közbiztonság egy település életében, merem mondani és állítani, a legfontosabb, nem csak egy település, az ország is mindannyiunk életében. Nagyon fontos meghatározó, különösen most éppen napjainkban. De ehhez nekünk, az állampolgároknak is, a település lakóinak is hozzá kell járulni. Mivel járulhatunk hozzá? Egy jogkövető magatartással, a törvények betartásával, amely szabályozza az életünket, az élet minden területén. Semmi más nem kellene tenni, csak betartani, és akkor nem lennének gondok. Hozzájárulnak természetesen ehhez az önkormányzatok, a települések is. És mivel járulnak hozzá? Mivel járult hozzá a mi településünk is? Azzal, hogy egy közvilágítási program felújításával világosság van a városba, amikor a világosság ideje elérkezik. A közlekedő útvonalaknak a folyamatos karbantartása, javítása, mert hiszen tudjuk, hogy a közutak forgalma óriási. Megsokszorozódott a gépkocsik száma, nem kell mondani, a teherforgalom, ne mondjuk. Benne vagyunk, tapasztaljuk. Az utak karbantartása, folyamatos javítása tehát nagyon fontos. Ugyanakkor fontos, amely örvendetesen fejlődött a városunkban, hiszen a gépkocsik mellett kerékpárral is közlekednek az emberek. Egyre többen, kicsiktől nagyokig. A kerékpár utaknak a kiépítése, fejlesztése, felújítása, javítása. Parkolóhelyek a gépkocsik számára kialakultak, kiépítettük. És kiépített kamerarendszer az önkormányzat részéről, amely mutatja azt is, amit esetleg néhányan nem jó néven vesznek. Mert esetleg olyan helyzeteket is felvesz, amit ő nem szívesen venne föl saját maga részéről. És természetesen az önkormányzat szervei, mint ahogyan kapitány úr is említette, hozzájárul ehhez egy jó mezőőr szolgálat, amely a város külterületén meg biztonságát, kertekben is egyre többen élnek életvitelszerűen, és egyéb más területen is. A város területén a közterület felügyelők munkája sokat segít, és ők is segítenek nekünk. És természetesen ugye láthattuk meg, elhangzott a polgárőrség. A polgárőrség szervezésében nagyon szerencsés, és a városban nagyon elterjedt a szemmozgalomnak a kialakítása, lakóközösségek, utcákat, ha végigmegyünk, a területünkön láthatjuk, hogy egymás után mindenütt ott a tábla. Tehát fontos, hogy az emberek ne csak önmagukra, egymásra is figyeljenek. És ez valóban nagyon eredményes. Örvendetes mindaz, amit kapitány úr köszönettel és elismeréssel elmondott az önkormányzat részére, és természetesen a lakosság részére is. Köszönjük! Köszönjük biztonságukat és biztonságunkat szolgáló munkájukat, eredményeiket, amely vármegye szinten is elismerésre méltó. Kapitány úrnak, csapatának jó egészséget, és továbbiakban szép eredményeket kívánunk mindannyiunkért és mindannyiunk érdekében. Köszönöm, és amit el szoktam még mindig mondani, hogy nyugalmi helyzetben a rendőrautókat, vagy rendőrautók
Nagyon nagy örömmel látjuk a városban, és ez nekünk is biztonságot ad. Azoknak, akiknek nem adja, azok pedig megérdemlik, hogy esetleg a lelkiismeretük felé gondoljanak. Mi szívesen látjuk. Köszönjük az értékelést, köszönjük a jelenlétet, és minden jót kívánunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólása. Napirenddel kapcsolatban Nagyné László Erzsébet képviselő. Tisztelt rendőrkapitány úr, engedjük meg, én is nagyon szépen köszönöm ezt az igen tartalmas beszámolót, amivel részben már találkoztunk bizottsági ülésen is, és engedhessék meg nekem, hogy a Karcagi Kátai Gábor Kórház érintett dolgozóinak is megköszönjem azt az együttműködést, amit a rendőrkapitánysággal együtt, akár a bűnüldözésben, szabálysértésben és bármilyen egyéb tevékenységben tesznek, mert hisz itt a bemutatóban sem látható, de úgy gondolom, hogy kollégáim a nap minden órájában segítenek, főleg az ügyeleti időben, és ezt követően nyilván a bizonyítási eljárásokban is sok segítséget tudunk biztosítani a rendőrkapitányság részére. Úgyhogy mi is köszönjük a munkájukat, és köszönöm a kórház dolgozóinak munkáját. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen, polgármester úr, szót, tisztelt képviselőtársaim, kapitány úr, főkapitány úr, kedves jelenlévők. Végignéz a prezentációt és az előadást meghallgatva, ismerve az írások nyomot is, amit megkaptunk a testületülés előtt. Együttműködő partnerekként én láttam, hogy jó néhány együttműködő partnert felsorolt kapitány úr. A mezőrséget kihagyta. Képviselőtársam is említette már a mezőrséget, ne felejtsük el őket, mert ők is nagyon sokat dolgoznak, nagyon sokat tesznek, főleg Karcagváros külterületén, azért, hogy a közbiztonság ilyen szinten legyen, amilyen szinten van. Ezt kérdezünk kapitányot, hogy direkt hagyta ki, vagy véletlenül hagyta ki a mezőrséget? Önkormányzatnak megköszöntöm az együttműködést, annak keretében gondoltam mindenkinek. Most a felsorolás végtelen lehet, hogy kivel működünk együtt. Természetesen köszönjük a mezőrségnek is a munkáját, akár a külterületeken, akár pedig ugye, hogyha közösen tevékenykedünk. Jó, hát a polgárőrség ki van emelve külön katasztrófa, de most nem értem, hogy a mezőrség miért nem érdemel meg ennyit. Én akkor ezt így tolmácsolom majd a kollégáimnak. Következő kérdésem az lenne, hogy a nagyon üdvözlendő dolog, és nagyon örülök neki, hogy az alkohol szondáztatás ezzel a filmmunszerrel megy. Én is részese voltam, és részese vagyok nagyon sok alkalommal. Reggelente a Kacsó utcán, mondom, nem árulok ezzel rendőrtitkot, mert minden karszaki polgár láthatja, hogy reggel 6 órakor a 6-7 jó szituált kollégája szondáztatja az arra vonuló, vagy arra közlekedő gépjárművezetőket. Viszont annak ellentételezéseként is kellene ez a rendőri jelenlét, hogy ne csak ebben az időszakban legyen 6-7 rendőr, és ne feltétlenül csak a szondáztatással foglalkozzon, mert 2-3 óroszával később, 11 órakor az utca másik oldalán meg szedik ki az élőfát. Ez szombati napon történt meg, igaz, hogy kapitány úr akkor rögtön intézkedett, mert személyesen felhívtam, hogy valamit azért tenni kellene, hogy szombaton azért ennyire ne legyenek elkapva a fatolvajok, hogy a 20 000 forintos fákat, mert ez a darabja 20 000 forintba kerül. Az egyik arra járó karszaki polgár, nem akarom nevén nevezni, mert ugye vannak személyiségi jogok is, elkezdte szépen kiszedni, és valóban igaz, kapitány úr körül egy olyan fél óra múlva tudott kiküldeni két embert. Hála Istennek a nem említett mezőrök tisztásnál ott voltak, és visszatartották az elkövetőket, ugyanis elég agresszíven léptek föl. Én azt mondom, hogy ebben mindenféleképpen mozdulni kell, és mondandómnak a utolsó előtti része az, hogy azt látom, hogy egyre több fatolvaj van. Kollégám jelentik folyamatosan, hogy ők lejelentik a rendőrség felé, és a rendőrség felé, mint hogy egy picit toleránsabb vagy elnézőbb magatartás lenne, mint az általunk megszokott erősebb és komolyabb rendőri intézkedés, rendőri fellépés volt korábban. Én kérném kapitány urat, hogyha lehet is a jogszabályok lehetővé teszik, lehet, hogy közben jogszabályi változások voltak, és ezért ez az elnéződ magatartás, de én kérném, hogy vegyük elejét a falopásoknak, igaz, hogy most a télből megyünk kifele, de lesz még tél, lesz még hideg,
ne adjunk teret azon bűnözőknek, akik a fallopásból akarnak megélni, esetlegesen üzletszerűen megélni, vagy éppenséggel rászorulóként, mert a rászoruló is éppen olyan, a rászorulóként történő fallopás is éppen olyan bűncselekménynek tartom, mint hogyha üzletszerűen követik ezt el. Szerencsére az elmúlt években valóban nagyon nagy sikereket tudtunk közösen elérni a fa eltulajdonítások területén. Bízom benne, hogy ez nem lesz emelkedő tendencia. Sajnos ebben az évben és a tavalyi év végén azt tapasztaltuk, hogy sokkal, de sokkal több fatolvaj volt. Utolsó megjegyzésemként, és ígérem, utána be is fejezem. A választókörzetemben, a Táncsis Gödött óvodánál elkészült két oldalt a kerékpárút, és a kerékpárúton gyakran parkolnak az óvodába oda látogató, betérő szülőkén. Kérném, hogy a óvodaidő végén nagyobb rendőri jelenlét vagy mozgás legyen, mert lezárják a kerékpárutat, teljesen szabálytalan állnak meg. 100-200 méterre van parkoló, meg tudnák oldani a parkolást. Viszont egy picit úgy látom, hogy el lettek kapatva abban az időszakban, amikor nem volt itt kerékpárút, megállhattak, kikerülték az autók őket, de ha lenne egy picit nagyobb rendőri jelenlét, és esetleg, ha nem is szankcionálnák, hanem udvariasan fölkérnék őket először, nyilván következőnél már lehet büntetni is, de ezt kapitány úrra bízom, hogy milyen eljárások követni, meg a jogszabályok milyen lehetőséget biztosítanak, de én kérném, hogy ebben az ügyben mindenféleképpen lépjük, mert elég komoly fennakadás szokott okozni, és ha az alkohol, az ittasöltés is szabálytalan, a szabálytalan parkolás is az. Köszönöm szépen! Nekem már 10 perc múlva a helyszínen jelentettek vissza a kollégáim, hogy ott vannak és visszatartják a fatolvajt. Köszönjük a mezőőröknek a közreműködést. A parkolásra nyilvánvalóan nagyobb figyelmet fordítunk, mint ahogy a Széchenyi sugárút mellett elkészült kerékpárútnál is megtettük azokat az intézkedéseket, hogy mára már a kerékpárutat használják a kerékpárosok, és nem a Széchenyi sugárúton közlekednek a továbbiakban is. És még egyszer köszönöm a mezőőrségnek a munkáját. Köszönöm szépen, további. Fallopás, bocsánat, igen, képviselő úr még emlékeztetett, köszönöm szépen. A fallopás nem jellemző Karcag településen, mint az előző években volt. Ez az egy esetet kiemelte most képviselő úr, és nyilvánvalóan semmilyen toleranciát nem gyakorolunk a jogsértést elkövetőkkel szemben. Ugyanolyan szigorúan, akár szabálysértési őrizetbevétellel, hogyha szabálysértési értékről van szó, akár pedig ugye büntetőeljárás indításával, ha bűncselekmény értékről van szó, eljárunk velük szembe. De képviselő úrral le fogok ülni, és megbeszéljük, hogy konkrétan milyen esetre gondol, amikor akár úgy gondolja, hogy toleránsabban léptünk fel, mint bármikor máskor. Köszönöm szépen, de a mondandó végén azért az illett volna részemről is, hogy megköszönjem a rendőrségnek a munkáját. Gratulálok, mert azért nagyon sok eredmény van. De úgy érzem, hogy azokat is el kell mondani, amelyek előre vihetik a közös munkánkat. Sajnos Fallopás területén azért meg kell cáfoljam kapitányot, mert jóval több volt, mint az előző években. Nem ért el a 6-8 évvel ezelőtti szintet, de az elmúlt évben már jóval több volt. Köszönöm szépen még egyszer, jó munkát is gratulálok az előző évhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor én szeretném megköszönni kapitány úrnak, főkapitány úrnak a mostani beszámolót. Köszönöm szépen, hogy azokat az eredményeket, és hát nyilvánvalóan azért ezekben az eredményekben, ahogy a kivetítőn is látszódott, őszintén föltárva azokat a bűneset számokat is, hiszen láthatjuk, hogy nem mindenhol csökken, hanem nagyon sok esetben emelkedik. De azt is láthatjuk, és ezek azért magukért beszélnek, és kimagasló eredményeket hoznak, hogy a felderítés, a tettenérési számok azért folyamatosan és nagy arányban nőttek. Nyilvánvaló az, hogy azok az élethelyzetek, amelyről kapitány úr és képviselő úr is beszélt, sajnálatos módon hoznak magukkal olyan eseményeket, bűnelkövetéseket, amelyeket fokozottan kell figyelni és fokozottan kell felderíteni. Természetes, hogy ehhez szükséges a különböző helyi önkormányzati szervezetekkel való együttműködés is, és itt mindenképpen szeretném kiemelni azokat az együttműködéseket, amelyeket az önkormányzati intézményekkel, különböző szociális intézményekkel, oktatási nevelési intézményekkel
kapcsolatban tart fönt a rendőrkapitányság, hiszen nem csak az elkövetések felderítése, hanem a prevenció is nagyon fontos, és talán fontosabb, mint az elkövetések felderítése, hiszen ha egy, ahogy képviselő asszony is fogalmazott, ha egy jogkövető nemzedék nő föl, egy jogkövető nemzedéket sikerül nevelnünk, akár a rendőrkapitányság, akár a különböző oktatási nevelési intézmények együttműködésével, akkor ezek a bűnelkövetési számok várhatóan csökkenni fognak. Én nagyon bízom abban, hogy ez a munka, ez meg fogja hozni gyümölcsét. Ahogy a képviselő úr és képviselő asszonyok is megfogalmazták, és ahogy én is elmondtam az állománygyűlésen, kapitány úr, főkapitány úr ebben remélem, hogy meg tud erősíteni. Én is azt kértem a kapitányság munkatársaitól, vezetőitől, hogy egyfajta fokozott rendőri jelenlétet tudjanak remélhetőleg biztosítani a következő időszakban a városban, hiszen akkor érzi jól magát, és akkor érzi biztonságban magát az állampolgár, a Karcagon élő és lakó közösség, hogyha látja a rendőr tevékenységét, ha látja a rendőri jelenlétet, ha látja a rendőrautót mozgásban, látja azt, hogy elmegy a közterületen, és ott vannak folyamatosan, hiszen ahogyan megfogalmazódott, a gépjárművek száma nőtt, ezzel együtt nőtt gyakorlatilag az iskolák körzetében, az óvodák körzetében, ahol képviselő úr is fogalmazott, a gépjármű szám, és ugye mindenki tudjuk nagyon jól, hogy nagyon közel szeretne megállni az iskola kapuhoz, az óvoda kapuhoz, és hát nyilvánvalóan ez okozhat konfliktust, de bízom abban, hogy ez a rendőri jelenlét, ez megoldódik. Az külön öröm, hogy súlyos sérüléssel járó baleset nem történt, ennek ellenére sem, úgyhogy reméljük, hogy a fokozott odafigyelésnek továbbra is ez lesz az eredménye. Én szeretném megköszönni kapitány úrnak az együttműködést, azt a sok-sok munkát, amelyet elvégeztek az előző évben, hiszen a diából is kiderült, hogy nagyon nagy leterhelést kapott a főkapitányság, a karcagi kapitányság is, hiszen nagyon szerteágazó az a munka, amelyet ők végeznek a hadárrendészeti feladatoktól kezdve a különböző iskolai, szociális munkán keresztül, és még sorolhatnám a drogprevenciót is ide számítva. Tehát igazából nem is tudjuk felsorolni, hogy mennyire széles spektrumú az a munka, amelyet ők elvégeznek a napi munka folyamán, és ahogy az állománygyűlésen is elmondtam, köszönöm szépen az állomány valamennyi tagjának azt a munkát, odafigyelést, amelyet a nap 24 órájában, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy vannak olyan munkakörök, amely nem 8 órából áll, és nem akkor kezdődik, amikor belép a kapitányság épületébe, és onnan kilépve véget ér, hanem 24 órában, napi 24 órában végzik azt a munkát, amely a város közbiztonságának javulását szolgálja. Úgyhogy én köszönöm szépen kapitány úrnak, főkapitány úrnak a beszámolót, további erőt, egészséget és jó munkát kívánok az állomány valamennyi tagjának. Az előléptetés, ez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok, és engedje meg, hogy egy százan vagy ezeren vagyunk a megyében, akik együtt dolgozunk, és hogyha mögöttem ilyen rendőri állomány van, akik ilyen eredményt tudnak elérni, amit kapitány úr is prezentált önöknek, akkor büszke lehetek, hogy ilyen nagy elismerésben van részem. És nagyon fontos az, hogy nem csak mögöttem, hanem mellettem is olyan emberek, olyan együttműködők vannak, mint például a karcagi önkormányzat, képviselőtestület, és még egyszer köszönöm ezt a támogatást. A közbiztonság egy olyan közös társadalmi érték, amit egyedül mi nem tudunk előállítani,
hasonlatként mondom a bevezető gondolataimra, itt is szükségesek az együttműködők, és ezért tudunk itt mi Jászlókmiszolnok vármegyében sikeresek lenni, mert ilyen együttműködők vannak a rendőrség mellett, és nyilván ennek a használt az itt élő lakosok, a polgárok tudják élvezni. Ugye ez a munkához kérem önöknek továbbra is a támogatásokat, az együtt gondolkodást, és nap mint nap teszük a dolgunkat, és ezekből a javaslatokból, kritikákból pedig építkezünk, mert ez vezet előre. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen polgármester úrnak és képviselőtestületnek is a megemlékezést és a támogató szavazatot. Köszönöm szépen, további jó munkát! Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! 5 perc szünetet rendelünk. Testület, folytatjuk testületi ülésünket. A második napi rend következik. Javaslat a helyi kitüntető elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 24/2022-es önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete 2022. október 27-én fogadta el a helyi kitüntető elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet, azonban az elmúlt időszakban a rendelet tartalmi felülvizsgálata során megállapításra került, hogy egyes szakasztai pontosításra és kiegészítésre szorulnak, ezért célszerű a rendeletet módosítani, még mielőtt a díjakról döntünk ebben az évben, hiszen különböző fenntartói változások miatt például szükséges a pedagógiai díjnál a pedagógus mellé a szakoktató megnevezése, illetve a közbiztonságért díj módosítása is, illetve mivel egységes szerkezetbe került a városi díjak, így célszerű néhány rendeletet hatályon kívül is helyezni. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés-hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Bizottság támogatta. Ha nincs kérdés, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk, javaslat a város település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001-es képviselőtestületi határozat 2022. évi második módosítására. Tisztelt képviselőtestület, ahogyan a címben is hallhattuk, a módosítás folyamatban van. A módosítással érintett település rész az írásos anyagban lévő térképen megtalálható. Egyébként ez a Berekfürdői kerékpárút, hiszen a Magyar Közút kivitelezésében 2020-24 között a Jászlókmiszolnok vármegye Alföldi kerékpárút kerékpározható közutat szeretne létesíteni, ugye a 3401-es összekötő úton, amely egyes részei érintik Karcag közigazgatási területét is, így a tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében válik szükségessé a hatályos település rendezési eszközök módosítása, ahogy az anyagban is szerepel. Kérdés, hozzászólás van-e a kiküldött anyaggal kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk szintén ehhez az előző napirendhez kapcsolódik, hiszen javaslat a karcagi településrendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzatás és szabályozási terv megállapításáról szóló rendelet módosítására. Ahogyan az előző napirendnél is elmondtam, ez a megépítendő kerékpár út létesítése érdekében szükséges a címben is szereplő építési szabályzata és szabályozási terv módosítása, amelyről természetesen a mellékletben szerepel minden olyan szükséges információ, amely alátámasztja ennek a határozatnak a meghozását. Vitára bocsájtom, kérdés-hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy szükséges az, hogy ez a kerékpárút folytatódjon, és a 3401-es út teljes hosszában meg tudjon valósulni ezzel kapcsolódva majd ahhoz a fejlesztéshez, amely a 34-es út erősítését és a mellette való kerékpárút megépítését is
támogatja, hiszen így összeköttetésbe kerülhet Karcag gyakorlatilag a Tiszatóval kerékpáros kerékpárúton gyakorlatilag. Úgyhogy én mindenképpen támogatásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 5. napirendi pontunk, javaslata rászoruló gyermekek intézményen kívüli ingyenes nyári szüneti étkezésének időtartamára. Ahogy az írásos anyag is tartalmazza, a települési önkormányzat számára kötelező feladat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg étkezés, a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítani. Ahogy az írásos anyag is tartalmazza, június 19-től augusztus 18-ig 45 munkanapon keresztül tud megvalósulni a nyári szünetben ez a fajta támogatása rászoruló gyermekek számára. Vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van-e? Megadom a szót képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület. A Karcagvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága tárgyalta ezt a napi rendet is több más napi rendel együtt a múlt héten, és támogatásra javasolja. Mindezzel együtt ezúton is szeretném felhívni a tévénézők és az érintettek figyelmét arra, hogy lehetőleg, aki az igénylési körbe tartozik, az minél többen igényeljék, és az igénylők közül minél többen vegyék is igénybe ezt a kötelező szolgáltatást, amit ellát az önkormányzat, mert sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem is igénylik annyian, mint amennyien jogosultak, és még kevesebb az igénylők és az ténylegesen igénybevevőknek az aránya. Úgyhogy én azt kérem, hogy ezután is megköszönve az ebben a munkában résztvevő ellátást biztosító középkeztetők munkáját, a Városgondnokság és a hivatal munkáját is, ne menjen kárba ez a sok munka és megfőzött étel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, valóban így van, hiszen láttuk a tavalyi, illetve a tavaly előtti évben is, hogy azok, akik igényelték ezt a fajta lehetőséget, nagyon sokan nem éltek utána vele. Úgyhogy én köszönöm szépen képviselőasszonynak, hogy erre külön felhívta a figyelmet. Valóban ez egy nagyon fontos, hogy aki kéri, igényli és lehetősége van rá, az természetesen, azok számára természetesen biztosítjuk ezt a lehetőséget ingyenesen, de azt nyomatékosan kérjük, hogy ha kérte, akkor vegye is igénybe ezt a fajta lehetőséget. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 6. napirendi pontunk, tájékoztató a Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Karcag és térsége tehetségsegítő területén működő tehetséggondozói hálózat hatékony együttműködéséről. A napirend előadója Balajtini és Ütő Margit intézményvezető helyettes, aki megküldte a beszámolót, az írásos anyagot, amely nagyon részletesen tartalmazza azt a sokrétű munkát, amelyet a tehetségsegítő tanács, illetve a Madarász Imre Egyesített Óvoda szakemberei látnak el most már hosszú éveken, évtizedeken keresztül, és éppen a holnapi napon kerül megtartásra majd az a szakmai fórum és szakmai program, amely ennek a munkának a éves kiteljesedése, hogy azt mondjam, hiszen be fogják mutatni szakmai előadásokon keresztül azt a sokrétű munkát, amelyet ők végeznek. Én köszönöm szépen az óvoda valamennyi dolgozójának, vezetőjének azt a munkát, amelyet elvégeznek, hiszen nem csak a hátrányos helyzetű gyermekekkel kell foglalkozni, kiemelten, nem csak azokkal a gyerekekkel, szinte mindenkivel, aki az óvodás korban, az óvodába jár és részt vesz az óvodai foglalkozásokon, hanem külön kiemelten kell foglalkozni azokkal a tehetséges gyerekekkel, akik valamilyen szinten és valamilyen területen kiemelkedőt tudnak mutatni, és kiemelkedő tehetséget mutatnak, hiszen az ő gondozásuk, fejlesztésük azt gondolom már óvodáskorban is el kell, hogy kezdődjön,
és utána majd nyilván ezt tud folytatódni az általános vagy középiskolás korban. Úgyhogy én köszönöm szépen az ő munkáját, az ő munkájukat és azt a kiemelt figyelmet, amelyet az óvodáskorú gyermekek tehetséggondozása területén folytatnak. Vitára bocsájtom a napirendet. Kérdés, hozzászólás van-e, Pintér Zoltán képviselő úr? Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársa, tisztelt alpolgármester asszony jelenlévők, és tisztelettel köszönöm a kedves televízió nézőket is. Karcagvárosi önkormányzat 2023. évi április 17-i oktatási, kulturális és sportbizottsági ülésén a szóban forgó napirendi pont tárgyalásra került. Egyébként ott is megtisztelt minket jelenlétével Balajtini Sütő Margit intézményvezető helyettes asszony. A napirendi pontot részletesen tárgyaltuk, és ugye a polgármester úr már volt kedves felvázolni. Én mindenképpen csak a statisztikai háttérhez kiemelném, hogy a megküldött tájékoztatóban is szerepel, és egyébként az bizottságülésen is elhangzott, hogy a Madarászínre egyesített óvoda intézményeiben összesen 8 telephelyen 20 különböző tehetséggondozó pont, tehetséggondozó műhely működik, amelyben 159 karcagi óvodás tehetséggondozása oldott meg, nem is beszélve természetesen az egyházi óvodákban végzett tevékenységről, és intézményvezető helyettes asszony a bizottsággal való együttműködés is megbeszélés során azt is elmondta, hogy egyébként kiváló pedagógiai gárda, a legtöbb esetben szakvizsgázott, akár tehetséggondozási szakvizsgával rendelkező pedagógusok végzik ugye ezt a tehetséggondozást, amely nyilvánvalóan része a karszak és vidéke tehetséggondozó hálózatnak. Ami viszont a megküldött anyagban nincsen benne, én viszont kiemelésre méltónak tartanám, és mindenképpen fontosnak tartom, hogy elhangozzon, az az, hogy a Madarászínre egyesített óvoda harmadik alkalommal nyert el az oktatási hivatal bázisintézménye kitüntető címet, amely egy 3 évre megítélhető cím, és ezt már ugye maga az intézmény harmadjára nyeri el. Ez mindenképpen arra utal egyébként, hogy a város fenntartásában, az önkormányzat működésében feladatát teljesítő Madarászínre egyesített óvoda kimondottan magas szakmai színvonalat képvisel, és én gratulálok egyébként az óvoda vezetőségének, és gratulálok az óvoda pedagógiai állományának, tanári, tanítói karának ehhez, és minden jót kívánok a jövőbeni tevékenységükre nézve is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, Fánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársaim, jelenlévő, az Oktatási Bizottság tagjaként, mint ahogyan kedves képviselőtársam, elnök úr is elmondta, mindezzel egyetértve, annyi kiegészítéssel élnék, hogy nagyon tudom értékelni az óvoda vezetés, óvoda egység vezetőjének a tevékenységében, hogy kihasználják azokat a kapcsolódási pontokat, amely a városban számukra adódik, hiszen a város kulturális oktatási élete rendkívül sokoldalú, sok egyesület, népművészetek és népművészek és különböző egyesületek, klubok, és ezeknek a tevékenysége, a kapcsolódási pontok megvannak az óvoda egység munkájában ezen a területen is, élnek azzal a lehetőséggel, ami adódhat. Kiállításokkal, népművészekkel, egyesületi kiállításokkal, olyan emberek meghívásával, tevékenységének bemutatásával, amely számukra is, de ugyanakkor a város értékét is képviselik vele. Tehát a várossal együtt élnek, és megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, amely hasznos, és örülünk, hogy ez így van. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a tájékoztatót. Aki elfogadja, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. További jó munkát kívánok a Madarász Imre Egyesített Óvoda valamennyi dolgozójának, a holnapi napra pedig sikeres konferenciát és szakmai fórumot. Hetedik napirendi pontunk tájékoztató a Délinél Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtárban működő szakköri tevékenységekről. Napirend előadója Kuni Nánási Mónika megbízott intézményvezető asszony, aki rendezvény szervezés miatt, hiszen a hétvégén is nagyon sok rendezvény kerül
megrendezése, megtartása a városban nem tud jelen lenni személyesen a mai testületi ülésen, de az írásos anyagot megkaptuk, amely nagyon sokrétűen és nagyon színesen mutatja be azt a tevékenységet, amelyet a Délinél Kulturális Központban szakköri tevékenységként végeznek. Ugye februárban volt már egy testületi anyagunk, ahol kötelező beszámolója volt az intézménynek, ennyire részletesen nem tartalmazta, most azonban egy nagyon részletes tájékoztatót kaptunk írásban. Vitára bocsájtam az anyagot, kérdés, hozzászólás van-e? Pinter Zoltán képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtársak! Ahogy az előbb is elhangzott, a Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának 2023. április 17-i ülésén a előző és a most szóban forgó napi rendi pontot is tárgyaltuk. Egyébként ott jelen volt intézményvezető asszony, és egyébként bemutatta részletesen azt a tájékoztatót, amit most ugye a képviselők számára kiküldésre került. A tájékoztatóban egyébként 10 olyan szakköri foglalkozás, olyan akár a szépkorúak, akár más generációk karcagi foglalkoztatása, kulturális kapcsolódási pontjai szerepelnek, amelyet egyébként a Dériné intézményének instruktorai szerveznek. Azért én hozzátenném, hogy maga a Dériné nem csak ilyen foglalkozásoknak ad helyet, hanem olyan esetekben is egyébként befogadó közeg az intézmény, amikor külső megkeresésre akár egy civil szervezet, akár egy baráti kör szeretne valamilyen módon összegyűlni, akár alkalmilag, akár rendszeres jelleggel, gondolva itt a Dérinében működő társasjátékos szakkörre, ami egyébként a Rumbi Cup-tól független. Mindenképpen azt látjuk, hogy maga a Dériné egy rendkívül értékes, rendkívül hasznos munkát végző, a kulturális és közösségépítés, illetve a közösségi kapcsolatok fenntartása terén rendkívül fontos szerepet visz a városban, amelyhez ezúton is gratulálok a Dériné munkatársainak, és nyilvánvalóan magát a napi rendi pontot pedig támogatásra, elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés, hozzászólás? Hanem csak akkor én is elfogadásra javaslom, és természetesen azt gondolom, hogy a városi önkormányzat nevében is gratulálhatok ahhoz a munkához, egyrészt az intézménynek, másrészt pedig a szakkör vezetőknek, a szakkört irányító munkatársaknak, akik elvégzik ezt a feladatot. És ahogy képviselő úr is fogalmazott, nagyon fontos az a közösségépítő vállalás és az a közösségépítő munka, amelyet ezek a szakkörök végeznek. Azok mellett, akik természetesen nem csak ebben az intézményben végzik a közösségépítő munkát, hiszen azért ne felejtsük el, hogy nem olyan régen kapta meg Karcagváros Önkormányzata a Nemzeti Művelődési Intézettől a város közösségépítő munkájáért végzett, és azért a tevékenységért végzett kitüntető díjat, amelyben nagy szerepe volt a városi civil szervezeteknek, és nagyon nagy szerepe volt annak a szakköri munkának is, annak a közösségépítő munkának is, amelyet a Dériné Kulturális Központban végeznek. És ugye azt se felejtsük el, hogy tagjai lettünk egy közösségépítő egyesületnek, hiszen a polgármester asszony vette át nem olyan rég a látópont kitüntető címet, amelyet ez a közösségépítő egyesület szavazott meg, illetve adományozott Karcagváros Önkormányzata számára. Úgyhogy minden olyan munka, amely a városi civil szervezetekben zajlik közösségépítésként, és minden olyan munka, amely a Dériné Kulturális Központban a szakkörökön keresztül megvalósul, és közösségépítő tevékenységet folytat, az nagyon fontos az önkormányzat számára, és nagyon fontos az itt élők számára. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a munkát, további erőt, egészséget és kitartást kívánunk a végzett munkához, és azt kívánom, hogy legyenek minél többen tagjai ezeknek a szakköröknek, látogassák ezeket a közösségi szintereket, hiszen mind-mind azért van, hogy jól érezzük magunkat, és egy olyan közösség tagjai lehessünk, akár intézményen belül, akár pedig a civil szervezeteken keresztül, ahol jó lenni, és jó együtt dolgozni, együtt működni. Én elfogadásra javaslom a tájékoztatót, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 8. napi rendi pontunk, javaslat a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatói állására kiírt pályázatot véleményező bizottság létrehozására. Tisztelt képviselőtestület, ahogy a februári testületi ülésen elfogadtuk,
A Györfi István Nagykun Múzeum igazgatói álláshely betöltésére pályázatot írt ki önkormányzatunk. A pályázat benyújtásának határideje 2023. március 31-e volt, és ahogy a jogszabályok előírják, hogy a 30 napon belül véleményezni kell a beérkezett pályázatokat. Erre pedig egy pályázatot véleményező bizottságot kíván létrehozni az önkormányzat, ahogy a határozati javaslat is tartalmazza. A bizottság elnökének Gyurcsek János alpolgármester urat javaslom, tagjainak Pánti Ildikó és Pintér Zoltán Árpád képviselőket, valamint a bizottság tagjának kértük föl, és így javaslom bizottság tagjának elfogadni Rónyai László urat, a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési referensét, megyei közművelődési referensét. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodok, egyhangúra került elfogadásra. 9. napirendi pontunk, javaslat Karcagváros Önkormányzat képviselő testületének 2023. évi munkatervéről szóló 253/2022-es határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, ez egy technikai módosítás, hiszen látjuk a hónap végi feladatokat a pünkösdi előkészületek és a különböző rendezvények miatt. Célszerűnek látszik a képviselőtestületi ülés napját 2023. május 23-ról, május 30-ról 2023. május 23-ára előrehozni, hiszen így tudjuk biztosítani azt, hogy azokat a napirendi pontokat tudjuk megtárgyalni, amelyek kötelező jellegűek a májusi testületi ülésen, és hogy határozatképesek is legyünk ebben az időpontban. Én kérem, hogy támogassuk ezt az időpontot, és azért már most kerül elfogadásra, mert ugye most derültek ki azok a lehetőségek, amelyekkel mindenképpen szeretnénk élni. Én elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását, megértését. 10. napirendi pontunk, javaslat a Karcagi Járásbíróságra történő bírósági ülnökök megválasztására. Tisztelt képviselőtestület, Magyarország alaptörvénye a bíróság fejezetének 22. cikk második bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A 2019-ben megválasztott ülnökök megbízatása lejár, így szükséges új ülnökök megválasztása, melyet a köztársasági elnök 2023. március 7 és 2023. április 30-ai időtartamára tűzte ki a ülnökök megválasztásának határidejét. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 4 főben határozta meg a fiatalkorúak elleni büntető eljárásban a Karcagi Járásbíróság illetékességi területén eljáró pedagógus, illetve nem pedagógus ülnökeinek számát. Ahogy a becsatolt határozati javaslat is tartalmazza a 4 jelöltnek a nevét, ők becsatolták az elfogadó nyilatkozatot, és természetesen lehetőség van az ő ülnöki megválasztásukra, tehát ennek jogi akadálya nincs. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. 11. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Zöldfa út 48B szám alatti bérlakások villamos energiafogyasztására vonatkozó megállapodás megkötésére. Tisztelt képviselőtestület, Karcagváros önkormányzat tulajdonában áll a Karcagi Kátai Gábor kórház területén lévő 6 darab úgynevezett orvos lakás, mely villamos energia ellátását a kórház biztosítja. 2023. január 1-től már magasabb piaci áron szükséges, azonban a kormány rendelet értelmében az önkormányzati bérlakások bérbeadójának kötelessége a rezsicsökkentett lakossági áron való biztosítása.
az energiának, tehát a villamos energiának ennek értelmében szükséges egy megállapodás megkötése Karcagváros önkormányzat és a Kátai Gábor kórház között annak érdekében, hogy a bérlőket méltánytalanság ne érje, és így ennek a együttműködésnek, szerződésnek a megkötése után természetesen ezt a különbözetet meg kell fizetni az önkormányzatnak a Kátai Gábor kórház részére. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. 12. napi rendi pontunk, javaslata a Karcag belterület 65/15/4 helyrajzi számú ingatlant terhelő átjárási szorgalmi jog megszüntetésére. Tisztelt képviselőtestület, a címben jelzett ingatlan átjárási szorgalmi jog terhel, melyet Dobrai Imre kérelmező tulajdonában álló 65/19/3 helyrajzi számú ingatlan javára került bejegyzésre, és mivel itt egy telekösszevonásról van szó, így ez az átjárási szorgalmi jog a továbbiakban gyakorlatilag érvényét vagy hatáját, értelmét veszíti, ezért szükséges az, hogy kérelmező részére a további összevonás érdekében ez a szorgalmi jog megszüntetésre kerüljön. Önkormányzatunkat ezzel természetesen semmiféle hátrány nem éri, ez egy technikai módosítás a földhivatal irányába történő törlésre. Kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. 13. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Kertész József út két szám alatti 25 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység bérbeadására. A címben jelzett ingatlan bérbeadását kérte Bezselláné Vas Marian kozmetikai szalon kialakítása céljára. Én javaslom, hogy kérvényező részére 2023. április 28-tól 2029. december 31-ig tartó időszakra a helységbérleti szerződés megkötését azokkal a feltételekkel, amelyeket természetesen minden esetben meg szoktunk tenni, és amely határozat részét is képezi. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, támogatásra javaslom, ha elfogadjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás, egy hangulat kerül elfogadásra. 14. napirendi pontunk, javaslat a Volánbusz ZRT 2022. évi autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására. A Volánbusz ZRT a jogszabály előírásoknak megfelelően megküldte 2022. évi beszámolóját a személyszállítás közszolgáltatási tevékenységének feladata ellátásáról. Én azt gondolom, hogy a megkapott írásos anyag tartalmaz minden olyan információt, amely akár az elfogadásához is szükséges, és amely szerintem mindenki rendelkezésére áll. És javaslom azt, hogy a beszámolóban is szereplő beszámoló kimutatásában szereplő 2022. évi 1.869.077 forint túlfizetés a 2023. évi megfizetett ellentételezési összegként vegyük majd figyelembe. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta, köszönöm szépen. Ha nincs, akkor már hogy kérdés nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. 15. napirendi pontunk, jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gondolom mindenki végig lapozta és végignézte mind az 51 jelentést. Kérdezem, hogy bármelyik jelentéssel kapcsolatban merült-e föl valakiben kérdés, vélemény. Ha nem, akkor javaslom, hogy ne egyesével, hanem egybefüggően kerüljön elfogadásra. Én javaslom, hogy mindaz 51 jelentést
fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a zárt ülés és egyben a napi rendek megtárgyalásának a végére értünk. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. Bejelentem, hogy a legközelebb munkaterv szerint, ahogyan a mai testületi ülésen elfogadtuk, 2023. május 23-án kedden 15 órai kezdettel tartjuk a következő képviselőtestületi ülésünket. Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, a napi rendi ponti javaslata erre az ülésre? Ha nincs, akkor megköszönöm a képviselőtestület valamennyi tagjának, a meghívott vendégeknek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak a közreműködést, az aktivitást, a megjelenést, a kedves televízió nézőknek a figyelmet. A mai testületi ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek!